Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig az Acer Travel Mate B1-et, pontosabban a B115-öst láthatjátok. A készülék érdekessége, hogy 11,6-szoros üzleti notebook, ami ventilátor nélküli hűtéssel rendelkezik. A kijelző mat felületű, ugyanis ez az érintőképernyő nélküli modell. Felül hagyományos webkameránk van mellé mikrofon, átlagos, sajnos fényes keretünk van. A gép alsó része már kedvező kialakítású, méretes touchpadet kapunk, illetve megszokott Acer billentyűzetet, itt semmi nagy újdonság nincs mondhatni. Oldalról nézve viszonylag vékony a készülék, még így esetlegesen lecsukva is. Kapunk egy kombó audio csatlakozót, egy USB-t, illetve egy SD-kártyaszlotot. A gép másik oldalán csak Kensington van, elől nincs is semmi, alul pedig csak a hangszórók helyezkednek el. Ugye ventilátornak hűtőnyílása nincs, passzív hűtéssel rendelkezik a gép. Itt hátul vannak még csatlakozók, amiket láthatunk. Került egy távcsatlakozó, egy RJ45 USB 2.0, illetve 3.0, mellette pedig még egy HDMI is helyet kapott. Így itt hátul tulajdonképpen minden fontosabb csatlakozó megtalálható. Sajnos a billentyűzet, amit látható, nem világít. Ez köszönhető annak, hogy ezért ez mégiscsak egy olcsóbb gép. Ha magát a hardware-t megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a kijelző 1360x768 pixeles, viszont csak TN paneles, ami miatt egészen csúnya, hogyha lehajtjuk. Sajnos ez a belépőszintű olcsóbb gépek egyik velejárója. 264 giga háttértárat látok, ez valószínűleg talán egy 320 gigás merev lemez lehet, ez pontosan itt nem nagyon tudni, és eltérő specifikációkkal lesz megvásárolható, ezért szinte bármilyen lehet. Ha ránézünk a hardware-re, láthatjuk, hogy egy Intel Celeron N2820-as van benne, ez a Beitrail M processzor 2,13 GHz-es órajellel, illetve 2 GB RAM került még a készülékbe. Külön videókártya nincs, tehát az Intel grafikus kártyáját használja, illetve a grafikus magját használja a gép, ami beépítve került a processzorba. Ez volt tehát az új Acer Travel Mate B115. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!